Ezúttal is egy nagyon fontos és érdekes téma, illetve egy felmérés részben annak eredményéről lesz a folytatásban szó. Az elmúlt napokban a www.digitaliscsalad.hu internetes oldalra tévedtem, és ott egy nagyon érdekes aktualitást találtam, nevezetesen a 2 évesek közel fele használ digitális kütyüket. Nos, hogy mit is jelent ez a gondolat, hamarosan erről fogunk beszélgetni, mert hogy az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem etológia tanszéke felmérést készít a 7 év alatti gyermekek körében, ebben a tárgykörben. A telefonvonalban pedig vendégem dr. Konok Veronika, tudományos munkatárs, a kutatás vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Köszönjük szépen! Azt kérdezném elsősorban, hogy tulajdonképpen ennek a kutatásnak mi volt a motivációja, mi volt az oka, miért kezdték el? Hát egyrésztről ugye látjuk mindannyian, hogy mennyire kezdenek elterjedni ezek az eszközök, most már egyre fiatalabb gyerekek körében, és ugyanakkor, ami meglepő, hogy eddig még senki nem vizsgálta azt, hogy ennek milyen hatása lehet a gyerekekre. Még a tévé esetében már elég sok kutatás létezik, ami azt mutatja, hogy például 2 éves kor alatt nem annyira javasolt tévét nézni, addig a tablettel, a mobiltelefonnal és hasonló készülékekkel kapcsolatban még nincsenek ilyen kutatások. Úgyhogy leginkább ezért gondoltuk, hogy ezt is kutatnánk, illetve a tanszékünkön vannak etorobotikai kutatások, amik a robot és az emberek kapcsolatát vizsgálják, és ebbe illeszkedik a mobiltelefon és az ember kapcsolatának a vizsgálatai. Azt mondta nekem, hogy ez a vizsgálat, ez jelenleg is tart, vagy ez a kutatás, ez mit jelent egész pontosan, hány szülővel tartják a kapcsolatot, hány családban vizsgálódnak? Hát úgy van, hogy volt egy kérdőíves vizsgálat, amit 1270 szülő töltött ki. Ebből lehet levonni például olyan következtetéseket, hogy a 2 évesek közel fele használ mobilt vagy tabletet, illetve még sok mindenre rákérdeztünk ebben a kérdőjében, hogy mikre használják ezeket, meg hány éves koruk óta, és hasonlók. És akkor ebből a kérdőjükből aztán behívunk gyerekeket a szülővel, és azt vizsgáljuk, hogy a sokat kütyüző és az egyáltalán nem kütyüző gyerekek milyen készségekben különböznek, és ez a vizsgálat, ez a viselkedés teszt, ez még csak most zajlik, tehát még csak 20 gyereket teszteltünk le, és szeretnénk még minimum 20-at. Azt olvasom a vizsgálatuk folyamányaként, hogy a vizsgált korosztály 44%-a használ rendszeresen tabletet vagy mobilt, átlagosan napi fél órát, és hogy a 2 évesek, már a 2 évesek fele kütyüzik. Érdekes a kifejezés, ez a kütyüzik, azon gondolkodtam el, hogy ezek szerint ez nem egy tudatos cselekvés, azért a korosztályt nézem, 2 éves, erről is szó lehet talán. Hát persze a tudatosság náluk kevésbé kiterjedt, mint a felnőtteknél. Valószínűleg sokszor szülők adják a kezükbe, esetleg azért, hogy lefoglalják őket egy kicsit, amíg ők más csinálnak. Igen, de hogy így tehát a 0 és a 7 éves kor közötti korosztálynak a 44%-a, és akkor ez 2 éves kortól már több is, mint 44%. Nagyon érdekes, azt olvasom, hogy azt már kimutattuk, hogy mi felnőttek annyira kötődünk a mobilunkhoz, hogy pár perces mobilhiány esetén már a stressz tüneteit mutatjuk, hiszen ugye ma már megszokhattuk, hogy az okostelefonokban minden információ rendelkezésünkre áll, és valóban lehet olyan érzésünk, hogy ha nincs velünk, akkor egy kicsit elveszettnek, vagy akár nagyon is érezhetjük magunkat, de minthogyha erre nevelnénk a gyermekeinket is, egy kicsit nekem a kutatás eddigi eredménye ezt tükrözi, minthogyha ezt a szemléletet adnánk át nekik, hogy neked is ott legyen a kezedben, mert egyébként nincs információ, és gyakorlatilag, minthogyha nem tennél semmit. Igen, ezt is le lehet vonni, ezt a következtetést. Egyrészt azt találtuk, hogy azok a szülők, akik jobban kötődnek a saját mobiltelefonjukhoz, azoknak a gyerekük is többet használja a mobiltelefont és a tabletet, tehát ebbe lehet egy olyan, hogy ugye a szülő az a gyereknek modellként szolgál a viselkedésével, tehát a gyerekek ellesik a szülőktől, hogy mit kell csinálni, illetve különböző értékrendeket,
és tehát, hogy ebben lehet egy ilyen, hogyha a gyerek azt látja, hogy a szülő mobilozik, akkor ő is jobban szeretne mobilozni, illetve olyan kérdéseink is voltak a kérdőívben, hogy mit gondol a szülő arról, hogy jobb-e minél hamarabb elkezdeni a mobilozást, vagy inkább minél később, és azért egy jelentős százalék a szülőknek úgy gondolja, hogy minél korábban kell ezt elkezdeni, hogy a gyerek lépést tudjon tartani a technológiai fejlődéssel. Hát ez érdekes mindenképpen. Miért a 7 év alatti gyermekek körében vizsgálódnak? Mi ennek az oka? Hát azért, mert hogy a 7 éves kor fölött már valószínűleg a gyerekeknek, hát majd nem, ha nem is 100%, de hogy már egy nagyon nagy százalékuk használja ezeket az eszközöket, és mi inkább erre a még fiatalabb korosztályra voltunk kíváncsiak, tehát hogy alakul ez az egész, mikor kezdik el használni, illetve mire használják az egészen pici gyerekek, tehát az óvisok vagy még kisebbek ezeket az eszközöket. Közben meg az jut eszembe, hogy bár itt a 2 éveseket helyeztük egy kicsit a fókuszba, hogy a közel felük ugye használ valamilyen digitális eszközt, ez is azt gondolom, hogy nagyon érdekes meg beszédes adat, de hát közben meg azt gondolom, hogy azért az a gyerek, aki naponta fél órát, vagy akár többet is tölt valamilyen digitális kütyű előtt, ahogy önök is fogalmaznak, azért az mindenképpen megfigyelhető, akár iskolai szinten, hogy ezeknek a gyerekeknek a verbális képessége viszont biztos, hogy nem fejlődik megfelelően, kezdve ott talán, hogy azért itt a telefonokban ugye SMS küldéseknél ezek a rövidítések nagyon divatosak, minden az írásra koncentrálódik, nem tudják kifejezni magukat, tehát lehet ennek egy ilyen hátránya vagy negatív hozadéka, meg hát hogyha a 2 évesekre visszatérünk, akkor azt gondolom, hogyha a saját kisfiam 2 éves korára visszagondolok, akkor azt gondolom, hogy hát 2 évesen ült az ölemben, olvastuk, nézegettük a képeskönyvet, hát gyakorlatilag telefon nem nagyon volt a kezébe, és azért ez nem olyan nagyon régen volt. Mint hogyha a tendencia változna, és nem igen, jó irányba. Abszolút, tehát erre is rákérdeztünk, és hát az derül ki, hogy még 4 évvel ezelőtt még az ilyen 2-3 éveseknek csak a 10%-a mobilozott, ma már a 40%-uk, tehát hogy ez abszolút így az utóbbi években kezd el terjedni, hogy már ennyire kicsi gyerekek kezdik használni ezeket az eszközöket. És tehát azért is erre a legfiatalabb korosztályra voltunk kíváncsiak, mert hogy ugye ekkor még a legplasztikusabb az agy, illetve tehát a készségek ekkor alakulnak ki, úgyhogy ennek lehet még a legnagyobb hatása a fejlődésre. De persze a nagyobbaknál is, főleg, hogyha a nagyobbaknál már elég gyakori, hogy akár napi több órát is játszanak, vagy foglalkoznak ezekkel, tehát annak is lehet hatása, de hogy talán fiatalabb korban meg még nagyobb hatása lehet. És hát én gondolom én szülőként is, hogy milyen jó lenne, hogyha itt a 2 éves korosztály, vagy akit megcéloztak ezzel a vizsgálattal, tehát a 7 év alatti, akkor talán a mobilozás vagy tabletezés helyett inkább mozogna, szabad levegőn lenne, bár egy kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy már ezzel ilyen konzervatív megközelítést közvetítek. Ugyanakkor meg azt olvasom, hogy vizsgálják a kutatás folyamányaként, hogy a kisgyermekkori mobil és tablet használatnak milyen hatásai vannak a gondolkodási, érzelmi és mozgásos készségekre. Ez azért elég összetett vizsgálati témának tűnik. Igen, hát ez az, ami most zajlik, és igen, hát a gyerekeknek körülbelül ilyen 8-10 ilyen játékos feladatot adunk, és elég sokféle készséget nézünk, a figyelmüket is, hogy mennyire tudják megosztani a figyelmüket, illetve mennyire kitartó a figyelmük, az ilyen finom mozgásos készségeket, és az ilyen érzelmi társas készségeket, például az érzelemfelismerést. Ugyanakkor meg azt mondja, hogy sok szülő már azért itt a digitális világ felé tendál, hiszen maga is nagy mobil és tablet használó, és attól a kisgyermekét sem akarja megfosztani. Nekem nem túl jó látvány, amikor mi ugye a Miskolci Megyei Kórházban működő rádió vagyunk, és itt a kórházba járva kellve mondjuk egy gyermekosztályon is azt látom, hogy rendelésre várakozva is a gyerek kezébe adják a tablet,
tabletet vagy a mobiltelefont. Én meg azt gondolom, hogy lehetne beszélgetni, vagy akár egy könyvet is olvasni. Tehát szerintem a tendencia ilyen értelemben nem nagyon jó. Vagy hogyha felszállunk tömegközlekedési eszközre, buszokra, villamosokra, hát biztos, hogy a utazók jelentős részének a kezében ott van a mobiltelefon, és így tölti el az utazásnak az idejét. Ugye végső soron az a kérdés, hogy mondjuk a gyerekek esetében engedjük, vagy ne engedjünk, de gondolom erre majd a kutatás fog választ adni. Hát igen, erre most még nem tudunk semmit mondani. Mikor tudnak majd összefoglaló adatot mondani, és tulajdonképpen a kutatási eredményekkel mi a cél, hol fog ez megjelenni, illetve lesz ennek valamiféle következménye, folytatása? Hát úgy tervezzük, hogy pár hónap alatt lezajlanak a tesztek, de egyébként még ehhez várunk jelentkezőket, úgyhogy ha valaki hallgatja, bár Miskoltról valószínűleg nem fognak tudni eljönni Budapestre, de ha esetleg valaki mégis, akkor várjuk a 4,5 és 6 év közötti gyerekek és szüleik jelentkezését. Tehát, hogy pár hónap alatt lezajlik a teszt, utána kielemezzük az eredményeket, és akkor hát szeretnénk valamilyen nemzetközi szakfolyóiratban publikálni. És hát reméljük, hogy lesz hatása, különösen, hogyha az jön ki, hogy van valamilyen különbség a sokat mobilozó és a nem mobilozó gyerekek között, ez lehet akár pozitív, akár negatív hatás. Azt várjuk, hogy akkor ennek nyilván lesz visszhangja, és reméljük, hogy további kutatások is születnek majd a témában. Én pedig azt ígérem a hallgatóinknak, hogy erre a kutatásra mindenképpen visszatérünk néhány hónap múlva, akár ahogy ön is mondta, illetve hogy várják még tesztre a szülők jelentkezését, ahol 4,5, illetve 6 éves életkorú gyermek van a családban, hogy minél több vizsgálati anyagot tudjanak felvenni. Én a bevezetőben azt mondtam, és a hallgatóink is tájékozódhatnak a www.digitaliscsalad.hu internetes oldalon, Digitális Család egy lapon a gyerekkel címmel, többek között erről a kutatásról. Ugye aktuálisan arról beszélgettünk, hogy a 2 évesek közel fele használ már valamilyen digitális eszközt, tudatosan vagy nem tudatosan, talán erre a kutatás majd választ ad. Az ELTE etológiai tanszék tudományos munkatársával, dr. Konok Veronikával beszélgettem. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Viszontlátásra!